Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a reggeli kalkulási részét. A tőzsdézők 74%-a veszített, jóval több tőzsdéző veszít, mint valami nyer. Ez a szám egyébként szokott lenni sokkal nagyobb is. Akik tőkeáttéttel kereskednek, vagy akarnak kezdeni daytrade-en, vagy befektetni, mindenképpen mérlegeljék azt, hogy bizony-bizony a tőzsdén lehet veszíteni is, és a tőzsde két irányú dolog. Elsősorban demószámlán gyakoroljatok, akinek meg már van rutinja, bármilyen brókercégnél is van, is tőkével kezdi el a kereskedést, de ha nem megy, akkor vissza lehet tenni a demóhoz bármikor, és a minél nagyobb számára, minél kisebb lot elf, az talán kevésbé kockázatos, de ettől függetlenül valószínűleg az is egy jó elgondolás, hogyha valaki kisebb összegekkel kezdi a tőzsdézést, de a demó számán is értelmesebb dolog néha kisebbet nyitni, mint nagyobbat, kivéve annak, akinek ugye sok pénze van erre a célra, és mindenképpen érdekes figyelni a piacot, elemezni, és a tőkeáttéttel vigyázzatok, stop loss mindig használjátok. Kockázatkezelés, nyitott pozíciók kezelése, ez mind-mind nagyon-nagyon fontos, és akinek a day trade nem megy, sokaknak nem fog menni sajnos, egy darabig, biztos, azok inkább az ilyen típusú belépőket ültessék át nagyobb idősíkra, és aki meg day trade-re adja a fejét, vagy bármilyen rövidebb távú kereskedésre, ez mindenképpen több idősíkot elemezzen technikailag, és gyakorolni, 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 mert nem annyira egyszerű, mint amilyen egyszerűnek tűnik. Ettől függetlenül én itt most megosztanám az MT4-es felületemet. Chat ablakba várom tőletek, és már itt is van makroadatokat. Módszer akkor angol fonttal kapcsolatos adat jön állításatok szerint, illetve fél háromkor lesz egy fontos amerikai makrodat, de ha már itt tartunk, ki az, aki tudja, hogy holnap mi lesz, keressetek rá holnapiakra. Egyébként, hogyha valakinek van kedve az egész hétből, kiragadhatja a legfontosabb egy-kettő adatot, bejelentést, és beírhatja a többieknek. Itt és most akkor elkezdjük. Először, ha már ez van nyitva, az euró-dollár csártyának az elemzését rövidebb idősíkon. Mint látható, itt volt egy dupla alj belépő, azonban szoktam mondani, hogy ha a dupla aljnak az aljait összekötjük, akkor ez elképzelhető, hogy akár fontos is lehet. Most ezt megkülönböztető színnel ellátjuk, hogy legyen egy ilyen színű. És megnézzük, hogy fontos volt-e ez a vonal a későbbiekben. Aki belépett long pozícióba tegnap reggel, egy fals letörés előzte ezt meg, annak indokolt volt a részzárás, mert az euró-dollár, ami ott az 1,10 föntről elhagyta, elkezdett süllyedni elég szépen. Itt vannak a berajzolt célárak, és ezt követően pedig látjuk, hogy mi is történt a nap későbbi részében. Ki az, aki itt nyitna egy short pozíciót, egy fönti stoppal? Csatablakba várom a válaszokat. Egyelőre senki nem nyitna. Ki az, aki szerint az írjon egy egyest, idáig lejön a csárt? Ki az, aki szerint idáig az egy kettest? És ki az, aki szerint idáig az egy hármast? Ezen a ponton, aki sortot nyitott, nagy arányú részzárást illik elkövetni, azért, mert ugye nem tudjuk, hogy meddig megy tovább, és nem tudjuk, hogy az újonnan kialakult-e meg esőtrend, bocsánat, az meddig tart. Ettől függetlenül nézzük meg, itt még nem mutattam direkt más idősíkokat, majd mindjárt megteszem. Következő célárunk a WW-ajnak az egyik alja, ahol sok stop volt, és lehet részzárás, következő pedig ez, és addig illik tartani a shortot, amíg a vonalka alatt vagyunk. Ez egy hosszabb távú day trade, azaz esőpiacon a dupla alj elmaradhat, ha a dupla alj két alját összekötő vonalat short belépőre használjuk ki, elképzelhető, de ez nem befektetési tanács, hogy lejöhetünk akár a hármas vonalig is, vagy sokkal lejjebb. Na nézzük, mi történt ezután. Ugye milyen könnyű utólag? De nem volt ebben semmilyen új információ, legalábbis remélem. Ezt követően volt egy picike long belépő scalpereknek, countertrend szintű.
pici duplaj. És az a kérdés, hogy ezt a vonalat meg tudta haladni a csárt, és felszúrtunk-e ideig a shortosok stopjáért, vagy innentől kezdve egy elég szép kis esőtrend alakult ki. Miután följöttünk eddig a szintig, kb. Kialakult egy fals kitörés az én ferde vonalam fölött. Ki az, aki nyomna most egy short gombot, vagy ellás sell gombot, a 1.09.40.50 környéki stoppal. Nézzük meg inkább 50-nel. Ki az, aki nyomna most egy eladás gombot? Ugye a kis kalper, az emiatt a fals kitörés miatt lehet, hogy nyomna. Az 1.09.40, tehát a szint fölötti stoppal, aki meg daytrader, az lehet, hogy az 1.09.50-es stoppal nyomná ezt meg. Nézzük meg, mi történt. Nyilván részzárások. Egyéb iránt ez egy válfejvállalakzat, tehát később is volt lehetőség. Úgyhogy amit megfigyelhettünk itt a piacokon, most az euró-dollárra is igaz lett az elmúlt időszakban. Egy picikét ilyen rövidebb időségben medvepiaci jellege lett a dolognak. Aztán jött az éjszaka. Nézzük meg, hogy most hol tartunk. Egyelőre itt. A kérdés az az, hogy az 1.09-es szint letesztelését követően támaszra lehetünk, vagy nem. De ha a nagyobb idősíkat nézzük, és most direkt most mutatom meg, itt van az ámradó útpaj. Picike fals kitörés ezen szint fölött. Megnézzük az M15-ot. Van egy esőtrend vonalunk, ami még mindig fönnáll. Tehát nagyjából semmi újdonság nem volt ebben. Ha egy picit lejjebb igazítanám, akkor a kanóc, tehát ha most nem ez a csúcs, így igazítom, hanem ide, látható, hogy ez a kanót picit kiszúrt fölötte, de visszahúzom inkább. Van egy esőtrendünk, ha úgy tetszik, trendcsatorna. Az euró-dollárról nem beszéltünk mostanában olyan túl sokat, de ezt most csak gondoltam, hogy megmutatom. M30, erről viszont talán beszéltünk egyszer, vál, fej, vál is lehet belőle akár, és azt beszéltük, hogy a nyakvonalat vagy falstetülés lesz, vagy csak visszateszt, és indulhatunk akár lefele is. Kérdés, hogy meddig? Ez pedig a magasabb idősík, és látható, hogy bizony-bizony, itt is szépen kitartódik ez a válfejvál, de hogy ne legyen egyszer az élet előtte, egy dupla topunk volt ezen a környéken, aminek a stopjáért feljött a piac. Irázós volatilis piacok jellemzői ezek. H4, egy nagyon nagy méretű dupla top alakult ki, és ha a nyakvonalat érdemben elhagyjuk, akkor az irányt sejtitek, ha viszont a nyakvonal visszatesztelése után elindulnánk fölfele, az megint egy helyzet. Most a napit nem mutatom, meg az házi feladat. Nézzük szépen mondjuk az európai tőzsdék közül a DAX-ot. Csetablak. Kérdés, hogy lesz-e a héten Fed, vagy nem? Van egy kérdés, László kérdezte mindenkitől. A részárásnál mindig megvárom-e az egyes elmozdulást, vagy valami szabályot? Nem pontos szabályrendszer alapján kell szerintem fölépíteni egy stratégiát, kivéve ugye, akik mondjuk robotokkal kereskednek. Én azt gondolom, hogy mondjuk látod, hogy itt egy példa. Elment a csárt szépen fölfele, és mondjuk legyen itt a stopod lent. Ha megindulunk fölfel, akkor vagy megvárod az első ellenállási szint megközelítését, és itt kevesebbet dobsz ki, mint 60-70%, mert itt van a stoppod, vagy B verzió, meg még az 1-1-es risk rewardot se várod meg ebbe a kiszúró gyertyába, gyorsan lezársz 80%-ot, és itt csak a pozíciót 20%-ával tudsz kisztoppolódni, és ezeket a számokat lehet alakítani a risk reward, illetve a stop loss és a első részzárás távolságának megfelelően, de itt nem kell pontos matematikai számításokat elvégezni, ha mondjuk akkor a szerencsét van, hogy ebbe a meginduló gyertyába itt tudsz zárni, és mondjuk úgy gondoltad, hogy itt a közelben van egy ellenállás, amit nem biztos, hogy legyőzünk, és a többit meghagynád day trade-ben, mondjuk itt még egy 0-1-es zárás, aztán ide behúzol egy emelkedő trendvonalat, és a többit majd akkor zárod, amikor van kedved hozzá, vagy éppen letörje a trendvonalat, ez is lehet egy elképzelés, ez nem szentírás, tehát
Pontos szabályrendszer szerintem a trédelésben csak annyi a szabályrendszer, de ez lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy tudjad, mennyi a kisztoppod. Én azt gondolom, ezért célszerű megvárni az 1-1-es risk rewardot, de ettől függetlenül, hogyha a részzárásod aránya nagyobb, akkor nem fogja az egyvesztő a több nyerőt elvinni. Mondok egy hülye példát. Mondjuk egy lottal belépsz a DAX-ba, és 0,9-et kidobsz, akkor számod ki, hogy ott lenn, mennyivel sztoppolódsz ki a pontok alapján. De az 1-1 az azért jó, vagy akár jó is lehet, mert gyakran van az, hogy mondjuk válfejvállalakzatnál, vagy duplatopnál, duplatop az jobb, mert duplatop nem, hogy a ferde vonal törésnél lépsz be, lehet, hogy a nyakvonal környéke az már 1-1-es kockázathozamnál van. És utána nem tudod, hogy alatta egy igazi letörés lesz, vagy fals letörés, stb. Stb. Ezeket mindenki saját magának tesztelje ki. Mutatok itt egy példát. Most egyik ilyen példa, már kevés a pont érték ott fönt, de ha valaki a duplatokba itt lép be, ennél a fehér, az első fehér gyertyánál, és azt mondja, hogy a nyakonalnál már részzárást csinál, hosszú gyertyánál mákja volt, és itt van fönn a stopja, és lezárta a kétharmadát, akkor ő már nem fog bukni. A korai belépőket kell megérezni. És a duplatoknál rengeteg emberke csak itt lép be a második gyertya törésénél, mert az nyakvonal törés, és ők bizony néha kisztoppolódhatnak akár. Itt most szerencsés eset volt, mert ugye idáig lejöttünk, de nem zárunk ki, hogy följövünk ide. Ugye megnézzük, hogy bekövetkezett-e, látjátok? És szerintem, ha mondjuk ezt a duplatopot is megvizsgáljuk, ez az 1-1-es risk reward, ez van, amikor lehet egy picit több is, ha mondjuk pont itt léptével tetején, és itt van a stoppod, akkor a nyakvonal közelítésnél ez a risk reward, még a spreadekkel kalkulálva is, hogyha ez egy hosszú gyertyás így zársz, ez több, mint 1-1. De lehet, hogy az 1-1-et minimum célszerű megvárni, illetve ez renddel szemben kisebb lotok, trendirányban nagyobb lotok, de ez sem biztos. Itt jött a kérdésemre a válasz, holnap este Feri jegyzőkönyv, és ennek az ismeretében fogok mindjárt eljárni. Itt van a DAX, és látjátok, hogy megindult egy gyönyörű emelkedő trend, és amikor ez a vonalka tört, így furcsa, lehetett volna zárni pozíciót, vagy shortolni. Ettől függetlenül, amikor egy short trend jön, tehát ez a trend vonal megtört, akkor dupla top short belépő, vagy elmaradó dupla alj, mutatom, két alj összekötve, mint az előbb láttatok az euró-dolláron, short belépő. Long belépő pedig a fals letöréses dupla alj, azaz ez itt. Pár pont fölfele, és mindig a részzárásra kell fókuszálni. Aki viszont day trader, az talán ezt észrevette, hogy egy fordított válfej vál, és mondjuk ennél az esetnél, tehát mondjuk egy 1-1-es risk rewardnál érdemes lett volna megvárni, vagy nem, nézzük. Ha ez első trend, akkor a válfejvel el fog maradni, azaz lejövünk a fejtetőig. Az 1-1-es risk reward jelen esetben 816 körül van a stop, és 878 a belépő a nyakvonal. Tehát számoljunk durván 60 pontot. Nézzük meg, hogyha megvártuk volna az 1-1-et, akkor mi lett volna, ha 8-60, mennyit mondtam? Ja nem, 8-80. Hát én itt és most elkövetném azt, hogy 70%-os részzárás, és itt és most a kanóc alá behúznám a stoppot. Ezt azért mondom így, mutatom kicsibe, mert ha mondjuk én ezt fordított válfejvel néztem, és itt lépek be, de ugye ez most daytrader megközelítés nem skalpos, akkor látom, hogy ez egy elég fontos ellenállási és letörési szint, és kb. Maximum ide várom a chartot, ami mondjuk kerekítsünk most, legyen 1-1-es risk reward. De hogyha itt két ellenállás van, akkor inkább egy nagyobb arányú zárok, tehát 78-90%-ot, vagy pedig szintén ugyanolyan arányú, mint amit szoktam, de már itt húzom a stoppot ide, mert nem akarok rosszul kijönni ebből a dologból, és látjátok, hogy a megérzés itt most talán jó volt. Ha valaki kereskedővé szeretne válni, magamnak is mondom, hát ha egyszer majd sikerül,
akkor picit intuitívnak is kell lennie, nem pedig csak szabályköltőnek. Javaslom, hogy olvassátok a Trading in the Zone című könyvet. Abban eléggé jó dolgok vannak olykor-olykor leírva. Megvan magyarul a neten valahol. Nos, én itt azt mondom, hogy elköszönünk a DAX pozíciótól, de csak azért, mert azt mondtátok nekem, hogy szerdán jön a Fed. Ha ez egy nagy méretű fordított válfejvál, akkor most a nyakvonalát átvittük, épp egy duplatop van kialakulóban, elvileg, hogyha a duplatop bejön, akkor érnek a lenti szintek, és ha rossz, az amerikai jegybank utáni reakció, akkor lehet, ha esetleg a DAX-nál már trendfordulót látunk, hogy még a fej alá is lejövünk. Ezzel szemben nézzük a NASDAQ-ot. Nem tudom, melyik NASDAQ-ra voltak ráhúzó pozíciók, talán erre. Itt is volt egy ilyen furcsa fordított válfejvel, itt volt egy másik belépő, egy countertrend vonatörése. De amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy van egy elég jó helyen megvett NASDAQ-unk, és talán a NASDAQ most a, mondjuk a DAX is egy erős index volt, de a NASDAQ az olyan, hogy tud csodákat művelni. Ezen esetben én itt stoppolódnék ki, mínusz 4, és van egy nyitott pozícióm, plusz 49, én ezt most lefelezem, és várom a Fed hírt ezen a számán idézőjelbe, bele se nyúlok addig. Ez az egyik megközelítés. Ugye a swing trade-ek ismét megalapozták azt, hogy nagy baj, ha csak nem kötök hülyeségeket nagy lotta, ugye kereskedési hibák hónapja az augusztus. Itt azt látom, hogy volt egy fantasztikus nagyméretű duplaj, és gyakorlatilag hogyan tovább lehet, hogy a szerveri napon dől el. Nézzünk egy picikét az Eurhof alá. Az Eurhofnál volt egy jó short lehetőség, azonban itt egy fals letöréssel beindult újra a gyengülés, ezt a picike részt nevezzük annak, mutatom M15-ön. M15-ön ez így néz ki. Tehát itt a short zárás utalójel az itt volt. Akinek viszont longja van, mert a forint gyengülésre játszik, azért ezt a vonalat húzza be, ez sem befektetés tanács, mert ha ez törik, akkor erősödhet a forint. De ez sem biztos. Ja, holnap Fed van, hadd ne tippelgessünk. Megnézzük az eurust H4-et, ami ugye így néz ki. Ez talán figyelendő. Menjünk vissza a Dow Jones-ra mondjuk. Ezt én kihagynám, bár támaszról pattanás lehet. És húzzuk rá erre az aranyat. Ja, mondtam, hogy az arany az egy sortos piac. Aki ebben nem hitt és longja volt, az valószínűleg most egy lebegő mínusz nézeget, vagy kisztoppolódik, vagy kisztoppolódott. Nagyon-nagyon fontos dolgok ezek, hogy a piac két irányba mozog, és láttatok tőlem sok-sok short pozíciót az elmúlt időszakban, több-kevesebb sikerrel. Az euró-dollár kapcsán eszembe jut nekem, hogy az USDC elfogy mozog, mintha fölfele tendálna. Ez az USDC elf, ez az euró-dollár. Magasabb idősíkon nézve, ez az euró-dollár, ez az USDC elf. Aki úgy gondolja, hogy van összefüggés, a két instrumentum árfolyamában valamilyen szintű összefüggés, az lehet, mondjuk, míg az euró-dollár a sortokat kereste a tegnapi napon, az USDC elf esetében lehet, hogy a long felépők közül a relatíve egyértelműbbeket próbálta letrédelni. Ha valaki ebbe a dupla ajba beleszaladt, és lent volt a kanóc alatt, a stopja azt túlélte, ha nem, akkor újra belépett, és lehetett sejteni, hogy a nyakvonal áttörését követően olyan egy-egyes risk rewardig, tehát idáig lehet, hogy följön az árfolyam. Itt van egy részzárás.
és utána csak be kellett húznia egy lapos vonalat, és amíg fölötte vagyunk, részzárogat, 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 és az utolsó pozícióját itt dobja ki. Valószínűleg. Ez csak egy példa. Mi az, amit szoktatok még kérdezni? GBP USD. Ja, mondtuk, hogy ez egy picikét sortos piac, az eurodollárhoz hasonlóan mostanában, de nézzük meg, hogy tegnap mondjuk a skalperek részéről milyen belépők voltak. Mondjuk először a nap elejét. Volt egy emelkedő trendünk. Amikor sortokat keresek, én az emelkedő trendek törésére szeretek játszani. Szeretem az olyat, amikor dupla top van, melyből egyszer már kiráztak, és újra be tudok lépni egy következő vagy fals kitörésbe, vagy dupla topba, vagy trendvonal törésbe. Aki innen nyitotta a sortot, és mondjuk ezen a ponton részzár, és ide behúzott a piros szinttől egy lapos trendvonalat, az addig tartogatta, részzárogat, részzárogat, amíg úgy nem gondolja, hogy fordulhatunk. Ha valaki szerint ez fordított válfejvel, akkor lehet, hogy lezárta az egészet. Ha valaki ezt nem szúrta ki, akkor lehet, hogy tartogatta a vonaltöréséig, és a vonaltörését követően volt egy gyönyörű szép belépő idáig. A kérdés mindig a hogyan tovább. Ezt egy Fed előtt hadd ne tippelgessen meg. Most ezen a számlán annyi történt, Teslát nem zárogattam, de láttátok, hogy a részvényekből szép lassan kifaroltam. Szinte mindegyikből, így azért biztos a dolog egy holnap estét várni. Na, menjünk át erre a másik számlára, a kereskedés hibák néven fut. És itt azt látom, hogy van nekünk sok-sok pozíciónk. Azt szoktam csinálni ilyenkor, hogy a mélyebb pozíciókat meghagyom. Erre most ráhúzom a dót, és megnézzük, hogyan tudjuk ezt levenedzselni. Most azt csinálom, hogy a mélyebben vett pozícióra egy nullás stopot behúzok, és a magasabban vásárolt Dow Jones-t, vagy pedig a Nasdaq-ot fogom lezárni. Itt már részzárt pozíciók vannak, igazából annyit kell mérlegelni, hogy mennyi lenne a kistop. Nem túl nagy kaland ez a kistop, 5 dollár, míg a Nasdaq-on picit talán több. Nem biztos. Hát szintén ugyanannyi. Én azt láttam a Nasdaq esetében, hogy van egy dupla topunk, ami közelíti épp a nyakvonalat. Ha esetleg ez egy elmaradó dupla top lenne, akkor én most azt csinálom, hogy azt a Dow Jones-t, amivel bukhatok 5 dollárt, inkább plusz 10-be lezárom, és bármennyire is kecsegtet ez a plusz 25-ös lebeg, hogyha ez 0,2 lenne, felezném, így viszont meghagyom, így már effektíve a hír alatt nem lesz kockázatom. És nyilván, ha valakinek egy lottal lebeg 250 dollár, ott azért alsó hangon a felezést mondanám jó döntésnek. Látom a dupla topot, lehet ebből akár válfejvál is, lehet egy tartós zónás is, de ki az, aki látta a tegnapi makroadatot, és olvasta azt a kommentet ezzel kapcsolatban, hogy mit csinálhat erre a Fed? Vagy nem csak a tegnapi, hanem az előző egy-két hetet. Hát itt ugye az a kérdés, hogy mi lesz szerván, vagy hogy mondjuk ezen a héten mi lesz. De a legnagyobb kérdés, hogy szeptemberben mi lesz. Mivel ez mind-mind bizonytalanság, ezért részzárás vagy stoppok húzása a javasolt dolog. Én még továbbra is azt látom, hogy ez még mindig egy emelkedő trend, de lehet belőle trendforduló is. Egy emelkedő trend korrekcióját láttuk az elmúlt időszakban, amit elég szépen végig sortolgattam, olykor-olykor azért voltak long belépők is, sőt volt olyan, amikor csak long volt, de lehet, hogy ustaság. Én most szerda este 8-ig nem tervezem kinyitni a laptopot. Ez nem befektetési tanács. Ti gyakoroljatok, demozzatok. Ha van kérdés, akkor szívesen próbálok rá válaszolni, ha tudok. Ma este elvileg 7-kor lesz egy webinárium.
honveltok másoljátok be ide. Van kérdés? Nézzünk egy DAX-ot. Elég szépen visszamászott. Nézzünk egy Dow Jones M1-et. Ugye mondtam, hogy a szintről való pattanás az lehet, hogy nem hülyeség. 5-10 pontra ez már elég lett volna. Illetve nézzünk egy NASDAQ-ot. Bármennyire is kecsegtető, most úgy döntök, hogy nem nyúlok vele. Azért már gond lenne vele. Elképzelhető, hogy ez egy elmaradó lukatop, és megnézhetjük ezt a szintet. De mivel per pillanat most arra számítok, de ha csak nézegetjük az euró-dollár árfolyamát, az aranyét, ez van bennünk egy-egy olyan érzés, hogy ha már ezekben az instrumentumokban picike bizonytalanság érződik, akkor nem keresünk most long pozíciókat, de ettől függetlenül én most nem is shortolok, meg vannak ezek a longok. Kit érdekel, hogyha ez a 40 dollár levegővel eltűnik, és nullába vagy mínuszba záródik picikébe. Oké. Másolja be valaki az esti regisztrációs linket, és még annyi, hogy valószínűleg, hogyha holnap este is tudunk korábban kezdeni a skalpolásos témában, ahogy a hosszú táv lesz, akkor ma este 7-kor vagyunk, holnap este pedig megpróbálom 8-kor kezdeni, de ez nem szentírás, nem rajtam múlik. Pedig 8.30-ra van kiírva, de ez módosulhat előrefele. Ennyi.